Észak-Korea csapásmérő gyakorlatot tartott, jelentette vasárnap az ország állami hírügynöksége. A szombat hajnali gyakorlaton rakétasorozatvetőket és célra vezethető rakétákat vetettek be. A beszámolók szerint az országot vezető Kim Jong-un személyesen felügyelte a gyakorlatot. Szakértők úgy vélik az időpont nem véletlen, Észak-Korea így akar nyomást gyakorolni Washingtonra a nukleáris tárgyalásokon. Ugyanakkor a most felhasznált fegyverek nem azok a nagy hatótávolságú ballisztikus rakéták, melyek fenyegethetnék az Egyesült Államokat, melyel a legutóbbi februári csúcs találkozó után megszakadtak a tárgyalások. Donald Trump amerikai elnök a Twitteren azt írta, reméli Kim Jong-un nem szegi meg a nekitett ígéreteit.